A Billing Online számlázó jelenleg több tízezer vállalkozót szolgál ki napi szinten, több mint 200 000 regisztrált felhasználónk van, és több mint 100 millió számlát állítottunk ki, amit hogyha kinyomtatnánk, akkor Budapesttől egészen Új-Zélandig érne. Az elmúlt 10 évben több olyan szabályozási változás is történt Magyarországon, amely alapjaiban változtatta meg a vállalkozók mindennapjait. Az egyik ilyen nagyon fontos változás a 2021-ben a NAV által bevezetett kötelező számladatszolgáltatás volt. Itt a vállalkozóknak egy teljesen új számlázási rendhez kellett hozzászokniuk. A másik ilyen nagyon fontos változás azt gondolom a 2022-ben érkező KATA adózási rendszer átalakítása volt és az általányi adózás előretörése. Ez szintén egy teljesen új működést igényelt a vállalkozók részéről. És az alapvetően még csak két példa a sok változásból, ami érintette a magyar vállalkozókat az elmúlt évtizedben. Emellett sok egyéb dologgal is szembe kellett nézniük, és azt gondolom, hogy pont ezekben a kihívásos időszakokban fontos egy olyan cég számára, mint a Billingo, hogy megmutassa, mire is képes, mivel tudja a vállalkozói közösséget a lehető legjobban támogatni. Talán büszkén kijelenthetjük azt, hogy az elmúlt években jól vizsgáztunk, a megfelelő eszközöket, a digitális megoldásokat nagyon gyorsan a vállalkozók rendelkezésére tudtuk bocsájtani, és így talán hozzájárultunk ahhoz, hogy kicsit könnyítsük az ő életüket. Büszke vagyok arra, hogy a Billingo már több mint 10 éve részese a magyar vállalkozások sikereinek. Mi is pont ugyanolyan vállalkozásként indultunk, mint akiknek most a szolgáltatásainkkal segítünk. A 10 év alatt több olyan esemény is volt, amit rekordsebességgel kellett megoldanunk, mint például a kataváltozás vagy az általányadózás, és mindig a vállalkozások érdekeit tartottuk szem előtt. Szerintem ebben rejlik a sikerünk egyik fő kulcsa. Fantasztikus érzés a Billingo történetének a részesének lenni. A Billingo az elmúlt évtizedben egy vállalkozásból vállalattá nőtte ki magát, és már nem csak az online számlázás területén, hanem egyéb vállalati adminisztratív funkciókban is igyekszünk támogatni a vállalkozókat nagyon okos digitális eszközökkel. A jelenlegi időszakban épp a mesterséges intelligencia az a terület, ahol rettentő sok fejlesztést hajtunk végre, és nagyon bízunk abban, hogy ezen a területen is okos megoldásokkal tudunk a vállalkozók segítségére lenni. Teljes mértékben magyar tulajdonú cégként a fő célunk továbbra is az, hogy megbízható partnerként tudjuk segíteni a vállalkozások sikereit.